Jó napot kívánok! Örülök, hogy ilyen sokan vannak, hogy is kevesen vagyunk, azért soknak látszunk. Ebben a melegben, szeptemberben jöttek ki a második bemutatójára. Tényleg, ha voltak az előzően, akkor igyekszem, hogy ne ugyanarról beszéljünk. De azt nem tudom megkerülni, mert ott beszélt arról, ugye az elején tulajdonképpen, hogy ő hosszú ideje volt a Japánban, és még nem tudott, vagy csak azt hitt, hogy tud japánul, de csak akkor értett meg valami, amikor megtanulta a nyelvet. Látszik, ez primitív dolga, hát sokat tudtál már akkor Japánból, hiszen tanítottál, ott voltál, és ez hogy van? Mi az az idő, vagy miért ennyire nehéz Japánban mondjuk megérteni valamit? Jó, hát ez a... Jó estét kívánok mindenkinek, és én is nagy-nagy szeretettel köszönöm mindenkinek külön-külön is együtt, hogy eljöttek ma. Hát a szokásos, és nem biztos, hogy mindenki számára érdekes, de nekem sokszerűen ható példám az mindig válaszul erre a Sándornak, hogy akkoriban még nem volt internet. Semmilyen, még Japánban sem volt mindennapi használható internet, úgyhogy hát ugye a légipostai gyönyörű szép boríték, ugye kék és piros és sötétkék, Airmail, Pavillon, és akkor én írtam buzgón a leveleket a barátaimnak elküldeni ide Magyarországra, de nem tudtam, hogy hol a posta, és természetesen Japánban a postát nem postának hívják. Tehát Jubin Kyoku egyébként, de ez mindegy, mert nekem erről fogalmam sem volt. Na most akkor én merészen elindultam Tokió egyik kerületébe, ami kis föld, ami sok pénzt termel, ez a fordítása a kerület nevének, Koganei. Utcanevek nincsenek, de nem baj, mondom, előbb-utóbb csak rábukkanok egy postahivatalra, hát csak felismerem. De hát nagyon sokat bolyongtam, nagyon meleg volt, melegebb, mint most itt. És jött velem szembe egy anyuka, két pici gyerekkel egy-egy oldalán, hozta el őket az iskolából, nagyon felbátorodtam, és oda mentem az anyukához, és megmutattam a leveleket, hát nem szólalhattam meg, mert tudtam addigra már, hogy ha angolul megszólalok, akkor elönti őket a veríték mind a két oldalon, és annyira elkezdenek szorongani, hogy hát például járműről azonnal leszállnak a következő megállóba, hogy ne kelljen angolul beszélni. Na most az anyuka kedvesen rám mosolygott, egyik gyereket áttette a másik oldalra, megfogta a kezemet, hát ma már tudom, hogy ez mekkora dolog volt, mert ez egy érintéstilos kultúra, és oda vitt egy postaládához. Nagyon büszke volt magára, igen, de nekem nem volt bélyegem. Na most itt rádöbbentem arra, hogy nekem minden nulláról kell megtanulni, és ha nem tudom a nyelvet, akkor gyakorlatilag életképtelen vagyok. Mert a posta nem posta, mert a bélyeget nem lehet kioszba kapni, csak a postahivatalba, és így tovább, és így tovább. Úgyhogy végül is az első fél évben úgy tájékozódtam, hogyha elfelejtettem, hogy honnan indultam el, az nem volt nehéz. Mert mindenhol bambuszlák vannak például, akkor leültem a járda szélére, és gondoltam, hogy fél óra, egy óra múlva majd csak eszembe jut, hogy honnan jöttem. Mert egyrészt nem volt kinek elmondanom, milyen nyelven, hogy honnan jöttem, másrészt pedig, ha el is tudtam volna mondani, az nem tud válaszolni, mert hát ugye én nem tudtam az ő nyelvüket, ők nem tudták az enyémet. Ugye ez a három város is arról készített, hogy beszéljünk arról, amire sose válaszoltál, hogy miért mentél el innen. Ráadásul akkor, amikor már vége lett a kommunizmusnak. Könnyebben érti az ember, hogyha akkor megy el, amikor ez az egész van. Te meg fordítva tetted. Miért? És ráadásul Japánban, amire a tudomások szerint sokat nem tudtál akkor. Nem, elnézést. Én semmit nem tudtam Japánról. Bejöttem ide az íróboltjába, ahol találtam két japánról, mondjuk inkább úgy, hogy Japánnal kapcsolatos kötetet. Az egyik a Japán építészet és kertek című album volt, a másik pedig a Japán No Színház, amit azóta is a színházi barátaimmal No Színház, tehát így ezt szoktuk egymásnak mondani. És semmit nem tudtam, elmentem ahhoz a kettő darab ismerősömhöz, akik voltak Japánban hosszabb ideig,
akik behatóan elemezték nekem, hogy hol lehet a legjobb cuki cipőket kapni Tokió belvárosába. Ki se tudtam mondani a kerület nevét. Miért mentem el 93. március 15-én, ami munkaszüneti nap volt. Az nekem nagyon fontos volt, hogy március 15-én menjek el. Azért mentem el 89-93, ugye, tehát 3,5 év telt el. Én akkor mondjuk az első szakaszban egyetemi tanárszerű voltam, és volt még másik 4 állásom, hogy meg tudjak egyedül élni. Aztán lettem újságíró, aztán üvegestót, de sem szakmailag, sem emberileg nem gondoltam azt, hogy én valaha még ebben az országban tudok fejlődni. Ezt én most lassan mondom, én úgy éreztem, hogy nekem ez szűk, tehát hogy most már én ugyanazt ismételgetném a továbbiakban, és én azt nem akartam. De beszéljünk igazából egy kicsikét drasztikusabban. Én nem tudtam érvényesíteni a teljesítményemet, márpedig tudtam, hogy a teljesítményem jó, és úgy gondoltam, hogy nekem már nincs időm a továbbiakban arra, hogy ezzel erőlködjek. Megpályáztam 12 állást, megkaptam 2-t, abból az egyik a Páduai Egyetem volt, az túl közel volt, mert tudtam, hogy akkor nagyon könnyen haza tudok jönni. És a másik Japánban volt, így mentem a Japánban, mert az messze volt, tehát ugye ott meg kellett gondolni, hogy most akkor tényleg az a jövök, vagy nem. De egyébként az első 3 hónapban minden nap összepakoltam a bőröndömet este, és a tetejére tettem a visszafele szóló jegyet, hogyha a holnapi nap is ugyanilyen küzdelmes lesz, mint a mai volt, akkor én hazajövök. Hát nem jöttem haza 17 évig. De mondjuk ebből mennyi volt az, amikor azt gondolt, hogy valamennyire otthon vagy? Amikor nyilván nem feltétlenül az ember akkor érzi otthon magát, amikor tájakat lát, hanem mondjuk találkozik egy emberre, Hiroshiba ugye a regényeidben, a szövegeidben folyamatosan megjelenik a megváltó. Megváltó. Szóval igen. Szóval az a helyzet, hogy elmentem a munkahelyemre, ahol persze menet közben eltévedtem, természetesen az utitársaimat megkérdeztem angolul, majd kikötöttem a Rizsföldek kellős közepén, hát nagyon izgi volt, vagyis az első munkahelyi megbeszélésemben elkéstem, akkor értettem meg, hogy tilos elkésni Japánba bárhonnan, de korábban sem szabad menni. Amikor jöttem kifele az egyetemről az első megbeszélés után, még nem kezdődött a tanév, akkor megállt előttem egy ember, aki elmélyülten bökötte a gyönyörű, egyébként gyönyörű férfi esernyőjével, most is megvan, a cipőjét. És nem mert rám nézni, és csak azt kérdezte angolul érthetően, hogy te vagy az új kolléga a karon? Jézusom, mondom, itt van ember, aki tud angolul. Nos, hát ő volt Noya Hiroshi, aki kollégám volt a karon, és aztán hát ő volt gyakorlatilag az egyetlen egy japán kolléga a Hosei Egyetem, magánegyetem azon a karán, ahol én voltam vendégprofesszorként, aki beszélt velem angolul. Nem azért, mert csak ő tudott angolul, hanem azért, mert csak ő beszélt velem angolul. Mi sokáig egyébként barátok és kollégák voltunk, aztán ez megváltozott. Ugye ez a könyvnek a címe is kicsit az előzőhöz, ugye a másik... Az elárult Japánhoz is. Ugye ezt az elrontott Japánt egészen más értem, és pont a férjedhez kötődően adtuk, ugye akkor is azt mondta, hogy legyen ez az elrontott Japán, csak egy nagyon félreértette. Mi akkor az elrontott Japán? Hát az elrontott Japán kis jébetűvel, tehát ugye, mert először mindenki ugye az országra a szociál, dehogy ront, tehát nem tudja senki és semmi kikezdeni és elrontani Japán, tehát magától lesz egy rosszabb, de ez egy mellékszál. Hát attól, hogy túl sok nem japán hatás éri. Tehát ugye az a személyiség, aki Japánban születik, japán kisbabaként és a japán értékrend szerint szocializálódik és férfi, azt nem érhetik nyugati hatások, mert amennyiben nyugati hatás éri, akkor gyengül a japán értékrend és az ő cselekvése eltorzul. Tehát például az én most már 30 éve ugye vagyok együtt Hiroshival,
Ugye az én férjemnek a karon és a tanszéken, a háta mögött, az idézőjelben beceneve, de ez inkább gújneve, a külföldiek, azaz az idegenek, sápadtarcúak mentőangyala volt. Tehát minden kollégája így hívta őt a háta mögött. Mert ő azonnal segítségére sietett, nem csak nekem, hanem volt még három kolléga a karon, akik egy évre jöttek, vagy két évre, vendégtanárnak, vagy kutatónak, és ő készségesen azonnal rögtön megkérdezte tőlük, hogy mit tud segíteni, Tokió térképet adott nekik, szóval borzasztó dolgokat csinál. Hát ugye ez azért borzasztó, mert az a külföldi, aki nem tanulja meg saját maga, hogy hogy lehet életképessé válni a japán mindennapokban, az nem érdemli meg, hogy Japánban hosszabb időt eltöltsön. Ez ilyen egyszerű. Hogy mikor kezdtem én otthon érezni magam, én soha nem éreztem magam otthon Japánban. Tehát én azt gondolom, hogy ez tisztelve Sándor kérdését, hogy ez egy abszurdum. Szóval ezt csak olyan ember tudja kérdezni, aki soha nem élt Japánban. Rengeteg japán ember idegennek érzi magát, azaz nem érzi magát otthon Japánban, de hát nem ők azok, akik a médiában különösen gyakran szerepelnek. Az otthon érzése az a mi házunkban volt. Tehát amikor mi összeköltöztünk, az elég sokáig tartott, tehát 2000-ben költöztünk össze. Akkor ugye megbeszéltünk két alapvető dolgot, az egyik az az volt, hogy az összes rituális előírás, norma, az az ajtónkon kívül marad. Tehát itt, ebben a házban nem fogunk felfele beszélni senkivel, nem fogunk lefele beszélni senkivel, egyenrangú nyelven fogunk beszélni, valamint hogy itt jól fogjuk magunkat érezni. Nem fogunk szenvedni, nem fogunk kínlódni. Most meghívtunk néhány ismerőst és barátot, kvázi házszentelőre, amikor összecuccoltunk, és hát soha nem felejtem el, persze, hogy nem felejtem el, bejött az első duó, egy japán, akkor az egyetemen végzett fiatal hölgy, meg a férje, megálltak az előszobába, ugye ahol kötelező levenni a cipőt, mert ugye a tisztátalanság az kívül van, a tisztaság az belül van, nem keverjük a kettőt össze. Megálltak, látták, hogy lépcső vezet föl a második szintre, egyébként, hogy senkit ne vezessek félre, 32 négyzetméter két szinten, tehát palotában laktunk. Megállt, körülnézett, láthatóan elsápadt, és a következőt kérdezte, és hol vannak a többiek? Mondom, milyen többiek? Hát a család. Hát mondom, mi vagyunk a család. Na de hogy pazarolhattok el ennyi helyet kettőtöknek? Na most abban a pillanatban ugye én megértettem, bár addig is sejtettem, hogy szóval, hogy mindig össze kell kucorogni, hogy mindig le kell mondani, mert ez az igazi, jó japánság. Na most, hát az Hiroshi, ugye, aki akkor már férjem volt, meg ugye én is, ugye én korábban laktam évekig 22 és fél négyzetméteren, Hiroshi kicsit rosszabbul járt, mert ő 16 és fél négyzetméteren lakott, de hogy mondjam, hát szóval viszonylag vidáman kezeltük a dolgot, mindaddig, amíg az oknimat nem kellett a rizsfőző peremén szállítani, szóval kicsit meg állandóan összevertem magam, mert nem tudtam megszokni a térszűkét, meg nem tudom mi. De ez nem volt fontos, az otthonosságot igazából az biztosította nekünk ott a házban, hogy mi valóban úgy éltünk, és ha jöttek, és nagyon egyre gyakrabban jöttek barátok, hogy érezze magát mindenki jól, és senki soha nem mondja a másiknak azt, ami egy normális hétköznapi fordulat minden japán embernél, hogy feszülj meg. Tehát ez szinte minden nap, például hétvége előtt, amikor ugye valaki búcsúzik a kollégáitól, feszülj meg. Na most mi nem akartunk megfeszülni, feszültünk meg, feszültünk eleget, otthon ne. Úgyhogy hát én nem gondolom azt, hogy nekem otthon kellett volna egy másodperc töredékéig is érezni magam abban a pillanatban, hogy kitettem a lábam a házul. Yeah,
ennek az elrontott japán szintagmának volt egy egészen más jelentése, és amiről most nem beszéltél, de az legalább olyan fontos, és ami megdöbbentő, hiszen ugye egy olyan processzus, hogyha valaki távol volt hosszú ideig Japántól, azt ugye intézményesen meg kellett javítani. És ez teljesen megdöbbentő, ez számomra legalábbis nehezen fölfogható. Tehát Hiroshi is ilyen értelemben egy elrontott Japán. Igen, csak neki már nem volt, tehát az egyetem nem fizette a visszaképző tanfolyamot, ez 6 hónapos tanfolyam, ahol újra kell tanulniunk az anyanyelvük hierarchikus használatát, tehát a fölfele beszédet, a lefele beszédet, a nemek szerint. Mit jelent ez a fölfele-lefele beszéd? Mondom a szokásos példát, tehát hogyha én bementem egy, természetesen ez fikció, én nem mentem be, de ha bementem volna egy férfi kollégámhoz, japán férfi kollégámhoz az egyetem tanszékén, akkor a következő dolog történik, fordítva, mondjuk a kolléga jön be hozzám, ez a legjobb példa, nekem a következőt kell kérdeznem a kollégától, a japán férfi kollégától, mindegy, hogy mennyivel fiatalabb, mint én. Jó napot kívánok, professzor úr! Nem venné-e megfontolás tárgyába annak a lehetőségét, hogy esetleg helyet foglalna? Na most ez ugye a harmadik szintje az udvariasság. Nem lehet. Hát, semmiféle humor nincs ez ember? Hát ebben nincs. Hát ebben nincs. Ez a kötelező nyelvhasználat. Aki nem így használja a nyelvet, az szegényesen képzett, iskolázatlan és bunkó, röviden. Na most, ha én bemegyek, fikció ismét, ugyanehhez a kollégához a tanszéki szobájába, akkor ő a következőket mondja nekem. Jó napot, leülni. Na most, tehát szándékosan karikírozom a dolgot, de a lényege mégiscsak az, hogy ez egy nyelvi kasztrendszer. Tehát ugye ez a most már 40 éve lassan elterjedt, világszerte elterjedt névjegycsere, amit a japánok honosítottak meg a világban, mert ugye ők nem csak a tájfun szót honosították meg a cunamit, mert az is mind a kettő japán szó, hanem a névjegyet. Na de a névjegy igazi funkciója az a nyelv kiválasztása Japánban. Tehát ránéz valaki a névjegyre, amit kapott, leolvassa a beosztását, hát a nemét látja, remélhetőleg, és abból ki tudja számolni, hogy akkor most a második udvariassági vagy a harmadik udvariassági nyelvet kell használnia. Na most ez olyannyira így van, hogy nők között, ugye mert a férfiak azok férfi nyelven beszélnek egymással, de ott is hierarchikusan, ha a másik magasabb beosztásban van, mint ő, ja és egyébként külön van vállalaton belüli nyelv, de ne bonyolítsuk. Na most a hölgyek, azok a férjük beosztása szerint választanak egymással nyelvet. Tehát nagyon bonyolult dolog ez. És tehát, ez nem enyhült mondjuk, amióta eljöttél, vagy az a periódusban, hogy maradt ilyen szikla szilárdan? Ugyanez az egyetlen igazi rebellió az a fiatalok körében van, akik ugye piros, lila, hajjal, nagyon szabadon bejönnek az egyetemre, és fiú nyelvet használnak egymással a lányok. Hú! Hát ez az igazi rebellió, valamint délután 2-kor úgy köszönnek egymásnak, hogy jó reggelt. Na most nem, mert én egyszer, amikor abban a kiváltságos helyzetben volt részem, hogy a Toyota fejlesztő mérnökével otthon találkozhattam, de ő akkor már lemondott, meg nem volt hajlandó tovább a húsdalálóba lenni, ahogy ő mondta, és akkor elbeszélgetünk a vacsora mellett, ami nagyon finom volt egyébként, és azt kérdezte tőlem, hogy hát maga idegen, ugye, sápadt arcú, mondja meg már nekem, mert maga van intelligens, hogy mit csináljunk mi japánok azért, hogy itt igazán demokrácia legyen. Mire mondtam, hogy az első lépés, hogy töröljék el a hierarchikus nyelveket, nyelvhasználatot, mire a válasz az volt, hogy na de akkor nem vagyunk elég udvariasak. Tehát ugye, összekevert két alapvetően más dolgot, de azért, hogy mondjam, ne abszolutizáljunk, valószínű itt az íróboltjában kevesen tudják, hogy Dél-Koreában is hierarchikus nyelvhasználat van, és az araboknál
8 van. Tehát nem csak 4. Ugye, mert Japánban összesen 5 van, de az 5-et nem számoljuk, mert azt mindenkinek kötelező megtanulni, megérteni, de 15 év börtönbüntetéssel járva használja az a császári család nyelve, ami a legbonyolultabb nyelv. Ugye az előző könyvben most a válásotok történetét is elmondja, hogy egy ilyen társadalmi, tehát nem a személyességből szól, nem, hanem arról, hogy tulajdonképpen végig csak egy liberalizálódás történt. Igen. A te történeted ennek igen, a egyik igen, példája. Igen. Tehát ugye nagyon lassan ugye a reform szó, tehát ugye 4 szavunk van japánul a reformra, az átalakulás, a transformálás, a reform és a módosítás, de mind a 4 reformot jelent igazából az ő értelmezésükben. Na most, hát ugye a reform, a japán reform, az többnyire úgy néz ki, hogy a régit kombinálják az újjal. És hogyha megmarad az új, akkor is a régi egy részét maga alá gyűri. Tehát ami a válásunkat illeti, mármint ugye a Hiroshi válását illeti, 6,5 évig vártunk rá, amíg megszületett az a parlamenti szavazással szentesített rendelet, hogy az a házastárs, amelyik állandó bejelentett lakást tud felmutatni az eredeti lakhelyén kívül, ahonnan elköltözött a házastársától, az elválhat. Tehát addig ez az opció nem létezett. Ami praktikusan annyit jelentett, hogy addig a feleség kapta, tehát mindig az kap mindent, aki marad. Tehát aki válik, az mindent elveszt. Tehát például a... Hogy érted, hogy mindent elveszíti a gyerekeit, soha többet nem láthatja őket, nincs láthatási jog. Elveszíti a bútorait, az ingatlanját, és egyúttal, ha válni akar, akkor a fizetése, ha ő a válófér vagy férfi, a feleség kapja 100%-ig minden hónapban a fizetését a férnek. Tehát ez egy óriási visszatartó erő, ugye pénzügyi. Na most ugye mivel 92-ig Japánban egyetlen egy munkaviszonyban álló férfinek nem lehetett hitelkártyát kiváltani a feleség aláírása nélkül, ebből következően, de az emberek mindenhol ugyanolyanok, csak nekünk tűnik úgy, hogy ja Istenem, ebből nem lehet szabadulni. Például minden okos feleség azt csinálta évtizedeken át, mert hosszú az életük, hogy mindig lecsípett egy kicsit a fér fizetéséből, azt külön egy másik bankszámlára raktam, mert sose lehet tudni, ha a fér összecuccol, vagy nehogy Isten a feleség összecuccol, akkor legyen. Az én kollégáim, férfi kollégáim kétharmadának volt másik lakása. Tehát, szóval, hogy mondjam, ez nem egyedi példa volt, ahogy miért. Tehát arra készültek, hogy legyen egy másik lakás. Igen. Tehát így játszani ki a... Igen. De liberalizáltak, tehát 6,5 év után megengedték, hogy elválhasson a Hiroshi, de mivel a feleség jogos, mondom, törvénybe biztosított igénye az volt, hogy a majdani nyugdíjba menetele, az még nagyon sok évvel később, akkor a nyugdíja felére igényt tart, és akkor aláírja a válási papírt, illetve az úgynevezett egyösszegű végkielégítés. És akkor az ügyvéd erre azt válaszolta, ugye ez személyes, nem bíróság, hanem magánegyességbe, hogy azt mondjam, itt van egy ecetfa itt az ablakon kívül, itten én most kiszaladok venni egy jó erős kötelet, és akkor a férje oda felakasztja magát, mert akkor már nincs értelme élnie. Hát, hogyha mindent elveszt, amiért 40 nem tudom hány évig dolgozott, akkor minek? Úgyhogy akkor rádöbbent a volt nej, hogy ez most már értelmetlen ez a követelés, úgyhogy de a Hiroshi ott hagyta a házat tehermentesen, mi fizettük ki a maradék bankkölcsön részleteket, mert előtörlesztési jog nincs, és akkor innentől kezdve szabad ember lett. És az előző könyvednek, ugye ez a két könyv sok tekintetben, hogy a Hiroshi soha nem jött volna Japánból, ha nincs Fukushima. Igen, nem jött. Tehát hogy ezt mégis így fogadta, hogy japán ember volt, rebellis volt. Már most mi a kérdés? Tehát most ugye az a kérdés, ugye, hogy mi változtatta meg, hogy elmentetek Berlinbe? Ja nem, ez
másképp, tehát fordítva kezdődött. Ugye én alkotói szabadságra voltam, 7 év után jogosult az egyetemen, minden egyetemi tanár teljes állásban 7 évenként alkotói szabadságra jogosult, vagy 6 évenként, most ez változó, és fél évet Londonban töltöttünk, és fél évet Berlinben. És a 3,5 héttel a visszaköltözésünk előtt Tokióba felrobbant a 4 atomerőmű 220 kilométerre a bérelt házunktól. És mi ezt megnéztük a tévébe, ahogy elszáll minden. Na most akkor, mivel a férjem nem halszakértő eltérően az egyik sógoromtól, hanem atomfizikus, ő azonnal értette, hogy mi történt, ugye 2 tévé adásból, híróból, és hát csak annyit mondott nekem japánul, hogy ez a japán Csernobil. Úgyhogy természetesen nagyon intenzív vita volt, és nagyon intenzív igen, gondolkodás, hogy mi tévők legyünk, tehát hogy visszamenjünk. Nem, 3 hónapig nem is tudtunk volna visszamenni, mert nem jártak repülők Japán és a többi földrész között. Tehát minden le volt zárva. De egyébként az egyetemet fel tudtam hívni, azon kívül, hogy a diákjaimat, mint egy pulikutya tereltem Skype-on keresztül Japán ellenkező oldalára, hogy ne maradjanak Tokióban, mert ez nagyon túl közel van Fukushimához. Felhívtam az egyetemet, ahol a tanulmányi osztály vezetője azt kérdezte tőlem, hogy milyen nyugati propaganda tévesztett meg engem ennyire, hiszen ez teljesen nyilvánvaló, hogy itt nem történt semmi különös. Sajnos volt egy egyébként nagyon gyakori földrengés Tokió közelében, Tokióban volt 14 utórengés, sajnos, de egyébként semmi nem történt. Minden rendben van, folyik a normális élet. Egyébként a boltokban üres polcokkal, de ez most mindegy. Tehát, hogy a Hiroshi miért egyezett bele abba, hogy ne menjünk vissza, annak nagyon egyszerű oka volt, hát az az érebellességem volt, nem az övé. Én azt mondtam, hogy ez volt az utolsó csepp a pohárban. Én már nem csinálom ezt tovább. Tehát én nem, szóval én túl jól tudtam, hogy a legkevésbé fontosak az emberáldozatok Japánban. Tehát ugye nekem meg kellett értenem, hogy Kelet-Ázsiában nem ez a prioritás. Tehát nem az ember ér és az emberről szól, a gazdasági növekedés, a siker, a nem tudom micsoda. De amiért igazából a Hiroshi nem ment vissza, hogy neki tulajdonképpen ez a korábbi, évekkel korábbi jóslatai beigazolódását látta a fukushimai hármas katasztrófába, mert ő azt mondta nekem, hogy ezt meg lehetett volna előzni. Ezt meg lehetett volna előzni, de olyan emberi mulasztás sorozatok olyan hosszú ideig vezettek a fukushimai atomreaktorok fölrobbanásához és részbeni leégéséhez, ami gyakorlatilag, ahogy ő mondta, a monda szerint Japán a tengerből emelkedett ki. És a Hiroshi japánul hozzátett, hogy igenis, oda is megy vissza. Na most én nem hittem ennek a pessimizmusnak egészen Fukushimáig, és végül is ő azt mondta nekem, hogy ha én nem akarok visszamenni, ő velem akar inkább maradni. És miért nem Budapestre jöttetek? És miért Berlinben? Mert az, hát könyv azt mutatja ellentétlenül akkor, hogy a tiszta város, nagyszerű, ez megint csalódás lett. Hát azt én egészen pontosan nem tudom, hogy... A csalódás lehet, hogy túlzott. Nem, semmi baj ezzel, de hát én azt gondolom, ahogy ma beszéltünk egyik legjobb barátnőmmel, hogy a világnak lassan minden sarka undok lesz. Tehát így elundokosodott a világunk. De az első 6 év egyébként tényleg fantasztikus volt Berlinben. Szóval a terek, a kulturálódási lehetőségek, tehát hogy már nem is, soha nem felejtem azt sem, hogy a Hiroshi ilyen féléken megjegyezte nekem, hogy hát ha ő egyszer a berlini filharmonikusok hangversenyét hallhatná, láthatná, de hát ez biztos nem fog összejönni. Mert ugye Tokióba egy európai zenekar jött, akkor 6 hónappal korábban kellett megvenni a jegyet.
négy és fél hatszoros áron, mint Európában bárhol, és nem lehetett tudni, hogy 6 hónap múlva nem, mert akkor van, ahogy én hívtam, tanszék értekezett, amit én röpgyűlésnek hívtam, ami 4-6 óra hosszabb tartott. És ugye arról nem lehet elmenni, mert az munkaköri kötelezettség. Tehát kultúrába, kiállításokba, terekbe, hatalmas sétányok, parkok, nagyon jó volt. Hát 6 év után kezdett el nagyon elromlani Berlin. Nem nekünk, hanem a berlinieknek. És hát, hogy mi 2-szer választottunk rosszul, ha szabad így fogalmaznom, vagy én 2-szer választottam rosszul. Annak alapvetően az az oka, hogy ugye a Hiroshi soha nem akart Magyarországon élni, ő a 17 évből 15 éven át mindig jött velem Magyarországra. Tehát ő rendszeresen volt itt, és volt olyan időszak, amikor hónapokig együtt itt voltunk. Ő nem akart itt lenni. Miért? Koszos volt vár? Először is nem akart megtanulni magyarul. Tehát induljunk ebből, jó? Javánban a nyelv az egy, hogy mondjam, majdnem a pszichózisig fajuló komplexus özön, tehát amit nem, hogy mondjam, nem genetikus, tehát ezt nem ők, hanem így az egész nyelvtanítási rendszerük olyan, amilyen, de ez valóban mellékszáll. A legfontosabb ok az az volt, hogy ő úgy érezte, hogy nem tudnánk biztosítani azt a mindennapi életminőséget, a szó legtávabb értelmében így számára, ami neki a norma, nem kell luxusra gondolni. Tehát arról van szó, hogy lementünk bevásárolni a Spárba. És utána visszamentünk, és kidobtam a felét annak, amit vettünk. Tehát nem tehetünk arról, hogy ő Japánban úgy nőtt fel, hogy az étel az maga a szentség. Tehát azért olyan drága, mert első osztályon felüli minőség. Ő nem tudott már átállni 68-75 évesen arra, hogy veszünk valamit és azt kidobjuk. A japánok soha nem dobnak ki ételt, semmit, tehát semennyit. Volt egy másik ok, de az 2015-ben, amikor az elárult japán könyvbemutató ugyanitt volt, akkor történt velünk először, és hát a Hiroshi számára utoljára egy nagyon kellemetlen incidens. Nem kell ezt felfújni, kellően intelligens és világlátott emberek vagyunk mind a ketten ahhoz, hogy ezt a helyén kezeltük. Sétáltunk a Dunaparton, szoktunk. És két, hát ugye, hogy mondják ezt, hogy kigyúrt a gyúr, ilyen meglehetősen nagyméretű ember, azt hitték, hogy külföldiek vagyunk, és nem értjük, amit ordítanak nekünk, és hát nagyon-nagyon trágáról ordítottak, elsősorban nekem címezve. Biztosak voltak benne, hogy nem értem, hogy mit mondanak, de én értettem, és válaszoltam. Na most, abban a pillanatban ők elsápadtak, és így összezsugorodtak, és elrohantak, de a Hiroshi a hangtónusból megérezte az agressziót és a fenyegetést, és rá fél órára azt mondta nekem, hogy Kati, soha többet nem akarok idejönni. Ennek az a háttere, hogy ő ezt nézte végig velem, más formákban, minden nap Tokióban 17 évig, a nem japánságommal szembeni diszkriminációt, hogy fölállnak mind a két oldalra a metrón mellőlem, hogy szándékosan megpróbál elütni egy biciklit, csak azért, mert külföldi vagyok. De miközben folyamatosan udvariasságról történt. Igen, de ez a kényszeres szocializációjuk, tehát kötelező udvariasnak lenni, és az alól ki kell valahogy bújni. Vagyis nem befogadók. Japán igazi sikere és ereje a kirekesztésben van. És annak millió mechanizmusában. Tehát minél több ember más, mint mi egy adott közösségben, mi annál erősebbek vagyunk. Ez így működik a világon mindenhol egyébként. Csak Japánban sikeres. Ez nem fogy. Mitől sikeres? Ezt a tradíciót a modernség ellenére tudták tartani 13. századtól jelenik. Mondok egy példát, mondjuk az ember bemegy egy drogériába,
és vesz egy sampont, meg egy hajkondicionálót. Ugye ez egy elég egyszerű példa. És akkor megfordítja a sampont és a kondicionáló tubust a másik oldalán, és ott van egy rajz, ahol le van rajzolva, hogy ez kizárólag japán hajra jó, ez a sampon és kondicionáló, mert a japán haj kémiai laboratóriumi bizonyítékok alapján elemzett összetétele egészen más, mint nem, a nem japán hajé. Na most ugye, ha ebben a világban él valaki, miközben a reklámok a városi vonatokon és a metrókon szőke kékszemű feleség, szőke kékszemű férj, szőke kékszemű kettő gyerek, mindig kettő, soha nem három, ez azért van, mert akkor van adókedvezmény a japán családokra. Három egy gyereknél nincs, három nem van, nem akkora, nem, akkor csak. És van egy szőke barna szemű kutya a reklámon. És az afrikai, tehát sötétbőrű emberek kizárólag negatív kontextus hirdetésben szerepelnek a reklámjaikban, képileg. Mert a fekete, sötétbőrű az egyúttal a primitívséget, a koszt és az elmaradottságot szimbolizálja. Minden, ami más, mindenki, aki a legkisebb mértékben más, az veszélyes. Veszélyes. Japánt erőszakkal nyitotta meg a mi, a nyugat. Bocs. Japán nem akart megjönni. Békés szándékkal a demokráciát hozta el a három hadihajó 1852-ben. Hát annál nincs békésebb szándék, mint egy ágyú, nem? Tehát, és akkor meggyőzték elég gyorsan a japánokat, hogy hát ők békés szándékkal jöttek. Következésképp 10 év alatt kifosztották az egész japán államkincstárat, elvitték az aranytartalékot, elintézték minden tekintetben, hogy megértse Japán, hogy nincs opció. Tehát Japán ugyan nem volt gyarmatosítva, de jure és de facto soha nem volt, tehát kivéve a 52-ig tartó háború utáni amerikai megszállás ideje alatt, 7 évig. Ezt ők megszállásnak nevezik? Mindig, a mai napig megszállásnak nevezik. És ez az amerikai ellenségük, ez elsősorban ekkor. Az amerikai ellenségük kétélű, ugye? Mert ugye a régi, klasszikus, általuk klasszikusnak tartott szamuráj, hát mintha csak tegnap lett volna, mondás szerint az ellenséget igazából a kedvesség maximumával lehet megölni. Hát igen. Szóval tehát van egyfelől Amerika a szövetségesünk, de ismét használjunk egy picit közvetlenebb kifejezést. Gyakorlatilag Japánnak a mai napig, 1952 óta nincs szabad önálló külpolitikai döntési jogköre, nincs szabad pénzügyi önálló, mármint hogy nemzeti pénzügyi, jegybanki döntési jogköre, mindent először Washingtonba kell egyeztetni. Tehát ugye van egy történész, aki ugye úgy hívja az elmúlt 20 év japán miniszterelnökeit, hogy a kognispámi eljei a mindenkori amerikai elnöknek. De ez valóban így van, ugye ezt ugye a szakemberek úgy hívják, jó néhány japán szakember is, hogy client-state viszony. Tehát ugye ez egy alárendelt viszony, amiben Japánnak nagyon korlátozott a mozgástere. Ez az egyik oldal. A másik oldal azonban az, hogy 1945. augusztus 26-a óta ideglenesen ott állomásozik az amerikai katonai bázisok jó néhánya, de a legnagyobb az Japánban állomásozik, a szigetén, Kelet-Ázsián belül. Tehát Japán adófizető pénzért. Jó ötlet. Igen. És ötletután ugye többször kérdeztem ezt tenni, hogy Budapest akkor számodra miért olyan fontos, hiszen ugye a könyvben is itt van, és van egy nagyszerű
szövegrész. Ez ugye sokféle regénynek hívjuk, inkább egy lyukas regény, sokféle elem. Szóval jó értelmi, mondom a lyukas regény. Tehát nincsenek ideg egytől egyik, hanem sokféle történet van egymással. A két könyv sok tekintetben egybe is tartozik. Tehát aki elolvasta, az tapasztalja. De valóban a tapasztalatból indul ki, és egy csomó dologban abszolút regényszerű, másrészt egy közgazdásznak a gondolkodása van. És a kettő között, tehát nagyon éles és okos meglátásai vannak az egészről is, tehát nem csak itt is a mindennapok történetéről beszéltél, és azt, hogy összekapcsoltad a nagyobb történetet. Tehát igazából te hol vagy otthon? Itt. A fejemben. Írok vagy te? Nem, a fejemben vagyok otthon. Tehát én azt gondolom, hogy, mert ugye a kérdés első fele Sándor az volt, hogy miért fontos nekem, hogy magyarul írjak, és hogy magyar nyelven jelenjenek meg a könyveim. Mert ugye nagyon elég sok könyvem jelent meg magyarul. És erre az a válaszom, hogy az anyanyelvem az én vagyok. Tehát én felnőttként mentem el Japánba, én megtanultam, azt hiszem, hogy elég jó japánul. Tudok még azóta egy kicsit németül is, tudom mi. De igazából a magyar nyelv használata okoz nekem igazi intellektuális örömet, ha szabad ezt mondanom. A másik, hogy én azt gondolom, hogy a legfontosabb az az, hogy átadjam a tudást. És ez azért nagyon fontos, mert nem mehetek bőrönddel a krematóriumba. Tehát valahogy ez úgy van, hogy nekem ez belső kötelezettségem magammal, hogy aztán erről mások mit gondolnak, illetve hogyan reflektálnak, vagy reflektálnak erre, az szerintem már nem az én dolgom. Tehát ugye, amit kikerül a kezünkből ez a könyv, akkor már azt már akik olvassák, azok szeretik, nem szeretik, és így tovább. Hogy Lukas regény. Hát azért a lukak hamarosan be lesznek töltve, erre én magamnak ígéretet tettem egy fél éve, de ugye ez a két könyv, az Elárult Japán és az Elrontott Japán, azt hiszem, hogy ugyanarról a dologról szól, csak másként. Ez sokkal inkább egy regényszerű az előző, mint ez. És ennek azt hiszem, hogy az igazán az én belső, de leírt mondani való mind a két könyvben, hogy mindenhol mi emberek vagyunk. Tehát teljesen mindegy, hogy Japánban vagyunk, hogy Berlinben vagyunk, hanem mindenki, aki felül tud emelkedni, miután megértette a környezetét, akkor ugyanaz az emberi minőség tud maradni. Tehát, hogy nem kell se démonizálni Japánt, se idealizálni Japánt. Ilyen. Ilyen is, olyan is, amolyan is. Ugye abban a könyvben, nem tudom, szerepelem, hanem emlékszem rá, hogy szeretem-e Japánt. Ugye ez volt az egyetlen egy kérdés, amire nem voltam soha hajlandó Japánba válaszolni. Mármint amikor a javára pedig, szeretsz Japánba lenni? És akkor szereted Japánt? És akkor én mindig azt válaszoltam, vagy visszakérdeztem, hogy lehet 127 millió embert szeretni? Miért te szeretsz 127 millió embert? Attól függ. Hát, de én azt gondolom, hogy nagyon fontos nekem, ez az én önmagammal szembeni vállalásom, hogy átadjam mindazt, amit én úgy gondolok, hogy talán fontos. És ez nem elsősorban Japánról szól. Pontosan. Jó részt erről beszéltünk, de ez nem arról szól Japánról, hanem hogy hol vagy hogyan lehet élni. Az nagyon érdekes Katiban, vagy a Kati gondolkodásában, hogy a megértésnek az a szenvedélye van benne, és egyszerre tudós volt, és azt gondolom, hogy tanár, ha egy jobb, szerencséset életed lett volna, akkor azt hiszem a tanárság mellett döntöttél volna, mint a tudós. Világi életemben tanár akartam. Hát Japánban az is voltam jó hosszú ideig, de hát
itt van sajnos. Tehát nyilván ezért vagy fontos, hogy nyilván Japán ezért, ez a, és ott is ugye a legkülönfélebb szokatlan helyzetekben a tanítványaiddal más, egészen másképpen beszéltél, egyszerűen felnőttnek, mintetek. Azt gondolom persze, hogy ugye ez nyilván van egy tudósi munkád, ez fontos része, de legalább olyan fontos része ez a történet. Uh-huh. Nagyon szerintem ezek a történetek ebből jöttek létre. Uh-huh. Meg hát egy csomó megfigyelésből, tehát ugye nem spekulatív gondolkodás, ez hanem tapasztalati. És ez nagyon kevés van a magyar kultúrában, ilyenfajta világ és ország leírások. Jó, pedig, szóval ez nem önéletrajz. Igen, vagy... tehát persze saját maga, de ez nyilván nem. Én azt gondolom, hogy ez naponton most átadjuk a szót a közönségnek, de is állják, hogy van, esetleg kérdezne, ez szívesen. Hát nem szokott általában sikerülni. Azt hiszem, kérdezni egy teljesen Holt Gábor nevem, egy teljesen technikai részletet szeretni készítenek. Elmesélted a Hiroshi Fukushima-i katasztrófára adott reakcióját. És most van, és főleg ugye Kína reakció nagyon érdekes, a most a Fukushima-i reaktorból lévő szörnyű. Múlt héten kezdték el beleönteni a rádióaktív. Mi a véleménye erről? Mi a? Vagy például Japánban mi a vízhangja, én Japán nem olvasok, nem tudom. Igen. Most válaszoljak, hogy várjak még? Válaszoljak. Jó. A Hiroshi reakciója japánul a következő volt, kettő darab szó, szégyen és gyalázat. Ennyit mondott, és semmivel nem mondott többet. Ő azt gondolja, hogy... Mert ugye a sasnak nem kell sokat beszélni. Ez egy japán közmondás. Japánban úgy tudom, mivel ugye minden reggel a rutinból a napi lapok egyikét ugye átfutjuk ilyen képi, hát ők tévének hívják, de én képi, mozgóképi illusztrációnak hívom, mert ugye alámondással van, tehát amikor interjút csinálnak valakivel, akkor megmondják nekünk, hogy mit mond, a meg interjú volt, tehát azt nem hallhatjuk, amit ő mond. Hát azt hiszem, hogy 3000 ember tiltakozott, mármint hogy a 127 millióból, igen. Viszont ehhez képest Dél-Koreába, Kínába szeretnék a tárgyilagosság megint, mert valahogy nekem ez nagyon fontos, a tárgyilagosság kedvéért két nem titkos, de nem publikus, széles körben nem publikus tényt ehhez hozzáfűzni. A fukushimai reaktorok mellett összegyűlt rádióaktív szennyező, azt hiszem, ha jól emlékszem, akkor 800 ezer tonnáról van szó, hát semmiség az egész. Biztonságos, mert nem tartalmaz annyi rádióaktív elemet, hogy az káros legyen a halakra, a halak kifejezetten szeretik a céziumot, tehát ezeket a belevalókat. De hogy ezt igazából értsük, ami nem publikus széles körben, nagyon sokáig, tehát Fukushima 2011. március 11-én történt, előtte egy évig, és további 5 évig még Japán volt a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség elnöke. Tehát ez azért nagyon fontos információ, mert a 2011 és 2023 közötti Nemzetközi Atomenergia Ügynökségnél tárolt adatok, azok gyakorlatilag az akkori ügynökség vezető, Japán, és a japán kormány közötti megállapodásokon alapultak, ami nem nyilvános. Tehát ez egy nagyon fontos tény. Jó, most olasz éppen az Atomenergia Ügynökség elnöke, de továbbra is van természetesen japán tagja, ha jól emlékszem, akkor 2. De most a második információ, ami szintén nem széles körben publikus, tehát nem biztos, hogy ismert, az az, hogy 2011. március 11 és 2023. szeptember 1 között semmi nem történt, ami bármilyen módon
veszélyteleníteni a négy súlyosan megrongálódott, teljes egészében kettő blokk, tehát atomerőmű blokk leolvadásának a környezetét. Semmi nem történt. Tehát rettenetes összegű adóbevételt, tehát több százmillió dollárt például, hogy jéggel körülveszik, és akkor ugye a szarkofágot nem lehet megcsinálni, mert tengerpart. Tehát ugye ez nem egy belső szárazföldi atomerőmű blokk. És körülbelül 2040 és 2045 közöttre teszik, amikor teljes egészében semlegesítik a Fukushimai atomerőmű komplexum. Nem tudom, ez egy kielégítő válasz volt. Remélem. Itt vagyok. Igen? Szia, Tánya! Tányos kérdés, hogy te felsőfokú közgazdász vagy. Hát azt én nem tudom, az egyik végzettségem az a közgazdász. Kivételesen jól érted a távol-keleti gazdaságtörténetet. Nem hallom. Biztos én vagyok. Úgy, hogy Ázsiát érned szépíróban. Ja. Hát én írok, de én nem vagyok. Se író, se szép. Tehát a szép író meg különösen nem vagyok. Szóval, tehát ugye a mai akadémiai elvárási követelmi rendszerben az alapvetés az az, hogy publish or perish, ez ugye már 20 évvel ezelőtt is odaállt így volt, tehát állandóan tudományos, általam lilának nevezett mindenféle tanulmányt kell írni, meg a lábjegyzetet nyomába se léphetek, meg nem tudom mi, meg nekem külön meg kellett Japánba tanulnom angolul akadémiai, szakmai nyelvet, mert én nem jártam angol nyelvű felsőfokú intézménybe, és miközben Japán környezet vett körbe, két évig tanultam, hogy hogy kell akadémiai folyóiratban tanulmányt írni szakmáról, de egyébként sikerrel vettem az akadályt, szóval két év után. Nagyon utáltam tudósnak lenni. Nekem ez nem való. Tehát úgy éreztem, hogy ilyen rácsokat nyomtak a fejembe, elő volt írva, hogy milyen kifejezést szabad használni, mire. Úgy éreztem, hogy nem tudok szabadon gondolkodni, az nekem nem jó. És valami olyasmit is éreztem, hogy talán én nagyon jó tanár vagyok, de én nem vagyok messze jó kutató, nem is leszek soha, mert unom. Tehát unom. Tehát abban a pillanatban, hogy én egy kérdésre megtaláltam a választ, a saját kérdésem, már nem érdekelt a dolog. Nem vagyok, csinálja ez azt, én alkalmas erre. És akkor jött Fukushima, és maradtunk Berlinbe. És akkor ugye én nem taníthattam, mert hiszen a munka helyem elveszett, az ugye oda át a Waseda Egyetem volt, és nekem a tanítás volt a mindenem. És akkor azt mondta a Hiroshi, hogy hát jó, hát akkor találd ki, hogy hova tovább. És akkor én megpróbáltam kiásni magamból olyasmit, amit addig soha nem csináltam. Mert azt tudtam, hogy hát valami kell, hogy legyen, ami még képességem, csak nem tudok erről. És akkor elkezdtem próbálkozni, és így lett a mindenféle írásom. Hát azt nem tudom, hogy szépen, de... Mert én mindenféle műfajt írok az otthon is. Ez így jó? Jó, akkor folytassuk ezt szűke körben. Kati, dedikáljad a könyvet, van az új és a régiből is. Igen. Vagy a régi, az új, ez már... Köszönöm, Sándor. Igen. Hallottam, vagy tudok róla, hogy a YouTube-on most indítottál egy új csatorna, ami a sajátom. Az a neve, címe, hogy hol van a világ közepe. És három, mondjuk úgy, hogy teszt előadás már ott van, mind a három Japánról van, aminek az a címe, hogy amiről mindenki tud, de senki nem akar beszélni. Ez a kínos Japán, tehát a fény és, nem a fény oldala, hanem az árny oldala.
tehát a japán állam és a prostitúció együttműködése az elmúlt 150 évben, a japán maffia szervezetek és az állam aktív együttműködése, és a japán láthatatlan társadalmi csoportok, úgy mint az érinthetetlenek, úgy mint az iskolát menet közben elhagyók, és úgy mint a kivonulók, a hikikomorik, akik ugye 10-15 évre bezárják magukat a saját szobájukba otthon, és soha többet onnan nem jönnek ki. És érdekes módon azt hiszem, hogy 8 vagy 10 nap alatt 600 ember nézte meg, és többen feliratkoztak a csatornára. Nem kell fizetni érte, mielőtt ezt valaki megkérdezi, oda is van írva, ez bárki számára megtekinthető, de október 1-től a birodalom, modern birodalmak rövid tündöklése és hosszabb bukása címmel egy olyan sorozatot indítok, aminek a lényege az úgynevezett eurocentrikus kép Kelet-Ázsiáról, és ennek az összes valótlansága. Tehát ennyi. Köszönöm, hogy kérdezted, Judy. Még egy pár gondatot mondaná az iskola elhagyásnak a... Ugye a háttere? Igen. Miért hagyják el az iskolát? Szabad? Sándor? Igen. Igen. Az alapvető ok, hogy a japán iskolarendszer egésze, 22.800 iskola van Japánban, tehát itt az általános és középiskoláról van szó, az alapvető kötelező funkciója az iskoláknak a szocializációja a gyerekeknek, és nem pedig az oktatása. Tehát az oktatás memoriter alapú, és kizárólag írásbeli számonkérés van. Órákon kérdezni nem lehet, mert az zavarja az óra menetét. A tanároknak a munkaköri kötelezettségének 60%-a adminisztratív, és a fennmaradó 35%-a az, ami valójában a tanításra fordítódik. Vagyis egy olyan mechanizmus jön létre az iskolába járó gyerekek és a tanárok között, hogy a tanárok ugyanolyan nyomás alatt vannak a saját főnökségük miatt, mint amilyen nyomás alatt a gyerekek vannak a memoriter elvárások miatt, de nem az oktatás miatt, és ezért, hogy a szocializáció gördülékenyen mehessen, a gyerekek kiválasztanak találomra, randomly, ahogy az angol mondja, egy gyereket, teljesen mindegy, hogy miben különbözik, nagyobb a lába, föláll elől a haja, elálló füle van, teljesen mindegy, és azt addig kínozzák, amíg a gyerek önként be nem látja, hogy ő gyenge. Kirekesztés, ne felejtsük el. Na most a tanár ebben segít a gyerekeknek. Segít. Tehát nem annak a gyereknek segít, akit kirekesztenek a többiek, hanem a csoport segíti a tanár munkáját a kirekesztéssel. És ezek a gyerekek még idő előtt, ugye Japán a világ ma is legnagyobb gyerekgyilkossági statisztikával rendelkező országa sajnos, ezek a gyerekek mielőtt a legvégletesebb szintre fajulna a kiközösítésük, Ijimének hívják egyébként, munkahelyeken is van, én is kaptam Ijimét nem egyszer, egyszerűen hazamennek délután az iskolába, mert egész napos iskola van, és azt mondják, soha többet nem megyek iskolába. Ennyi. Azt hiszem, hosszabb ideig folytathatnánk ezt a beszélgetést. A szűkebb körben Katin dedikálni fogunk. Köszönöm szépen a figyelmüket.